Üdvözlöm Önöket, a Heti TV híradóját látják. Itthonról. A haderő helyzete folyamatosan javul, jelentette ki Korom Ferenc a Magyar Honvédség parancsnokává történő kinevezése előtti meghallgatásán az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülésén. Azt mondta, a honvédség a jelentős haderő átalakításon és fejlesztésen megy keresztül, érdemi képességeket nyer vissza. Jó úton haladunk, fogalmazott. A jelenlegi vezérkari főnök úgy értékelt, elérkezett az ideje a Magyar Honvédség vezetésének és irányításának korszerűsítését szolgáló szervezeti átalakításoknak. Ezek nyomán a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség integrációja megszűnik, a Honvéd vezérkar és az összhaderőnemi parancsnokság egybeolvadásával megalakul a Magyar Honvédség parancsnoksága. Ennek élén a parancsnok áll, akit kinevezése előtt a Honvédelmi Bizottságnak is meg kell hallgatnia. A demokratikus koalíció képviselői megkapták a miniszterelnökség és a Gundel-étterem közötti szerződést. A párt két politikusa, Varjú László alelnök és Gréci Zsolt frakció szóvivő kedden már megpróbált bejutni a miniszterelnökség épületébe, miután a hvg.hu megírta, az ottani menzát a Gundel-étterem működteti, és egy menü 850 forintba kerül. A bejáratnál várta őket Fodor Gergely, a budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházások koordinálásával megbízott miniszteri biztos, aki közölte velük, hogy a látogatáshoz 72 órával korábban be kell jelentkezniük, a szerződést pedig közérdekű adatigénylés útján kérhetik ki. A kormány megvásárolta Munkácsi Mihály Golgota című festményét, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten sajtótájékoztatón Kósa Lajos Debrecen fideszes országgyűlési képviselője és Pap László debreceni polgármester társaságában. Gulyás Gergely közölte, a festményt 3 milliárd forintért vette meg a kormány Pák Imrétől. Hozzátette, több szakértői vélemény is készült, a becslések pedig igazolják a vételárat. Így most már a Munkácsi trilógia mindhárom festményének rendezett a tulajdoni viszonya, mindhárom kép magyar állami tulajdonban van, a műalkotásokat pedig hosszú távon is a debreceni Déri Múzeumban helyezik el, fejtette ki a miniszterelnökség vezetője az Országház Munkácsi termében tartott bejelentésén. Ez egy fontos hír a magyar kultúra kedvelőinek, fontos hír a Munkácsi rajongóknak. Debrecen és az ország egésze is gazdagodott, mondta a politikus. Kósa Lajos felidézte, hogy a képek először 1995-ben a Déri Múzeumban voltak láthatók együtt, majd azt is felelvelenítette, hogy a Krisztus Pilátus előtt című alkotást 2015-ben vette meg a Magyar Állam, a Magyar Nemzeti Bank értéktár programja keretében a kanadai Hamilton Galériától. A képviselő úgy fogalmazott, a festmények élete legalább olyan kalandos, mint maguk a képek. Pap László debreceni polgármester arról beszélt, hogy most teljesült az a több mint 100 éves igény, hogy a trilógia, amely debreceni szimbólum, állami tulajdonban legyen. Azt ígérte, jó gazdái lesznek a képnek. A Jézus életét megörökítő sorozat darabjait első alkalommal 1995. augusztus 25-én láthatta együtt a közönség. A művek közös bemutatásának különlegessége, hogy maga Munkácsi sem látta együtt a három bibliai témát feldolgozó festményét. Pénzbírságot kapnak a kórházak, ha nem veszik át a mentőktől a súlyos eseteket, írta a Népszava az országos tiszti főorvos kórházaknak küldött körlevele alapján. A lap szerint az új év utolsó és az új év első napjaiban megteltek a fővárosi kórházakban az intenzívágyak. Az országos tiszti főorvos hivatala ezután körlevélben utasított 22 fővárosi kórházat, hogy biztosítsák folyamatosan a súlyos betegek ellátását. Ha pedig valamennyi ágyuk foglalt, akkor a levél szerint maguk kötelesek gondoskodni a saját ellátási területükhöz tartozók intenzív ellátásáról. Akit a hatóság ellenőrei azon kapnak, hogy alaposabb ok nélkül utasította vissza a beteget, az 500 ezer forintos bírságot kaphat, írta a lap az ANTS helyébe lépett Nemzeti Népegészségügyi Központ által a tiszti főorvos nevében kiküldött levél alapján. Teljesen megújul Budapest két nagy belvárosi tere, a Vörösmarty és a Podmanicki tér, jelentette be Szent György Völgyi Péter, az 5. kerület polgármestere. Hangsúlyozta, az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy egy 21. századi új belváros jöjjön létre. A január 7-én elindult rekonstrukciós munkák a kerület beruházásában a kormány és a főváros támogatásával valósulnak meg, és a tervek szerint a nyár végére fejeződnek be. Külföld. A legfrissebb felmérés szerint a londoni alsóház képviselőinek 70%-a elégedetlen azzal a munkával, amelyet Theresa May miniszterelnök a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről tartott tárgyalásokon végzett.
A kormányzó konzervatív párt frakciójában is relatív többségben vannak a miniszterelnök Brexit stratégiájával elégedetlen törvényhozók. A Tory pártcsoport tagjainak 47%-a minősítette rossznak a kormányfő által a Brexit tárgyalásokon kifejtett tevékenységét, és csak 34%-uk mondta azt, hogy elégedett Theresa May munkájával. Az eredménynek különös jelentőséget ad, hogy a londoni törvényhozás a jövő héten szavaz a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról. Klaus Johannis román államelnök másodszor is elutasította Adina Florea kinevezését a korrupció ellenes főügyészi tisztségre, arra hivatkozva, hogy az illetékes intézmény nem bocsájtotta ki azt az iratot, amely igazolja, hogy Florea nem volt tagja a kommunista titkosszolgálatnak, és nem volt besúgó sem a rendszerváltozás előtt. Tudor Eltoáder igazságügyi miniszter december végén terjesztette fel ismét kinevezésre Floreát, miután Johannis novemberben már elutasította. A két ország gazdasági és politikai kapcsolatairól, illetve az Iszlám Állam nevű terrorszervezet elleni harcról folytatott tárgyalásokat Mike Pompeo amerikai külügyminiszter az iraki parlament elnökével, Mohamed Al-Halbusival. Az As-Sumaria helyi tévécsatorna magát megnevezni nem kívánó kormányközeli forrásra hivatkozva arról tudósított, hogy a két politikus megbeszélése során országaik politikai és gazdasági kapcsolatai kerültek szóba. A DPA német hírügynökség értesülései szerint megvitatták az Iszlám Állam elleni harc további lépéseit is. A terrorszervezettel kapcsolatban az amerikai külügyminiszter kedden a Twitter oldalán azt írta, Washingtonnak pusztán a dzsihadisták ellen alkalmazott stratégia változott, a cél változatlanul a terrorszervezet teljes megsemmisítése. Egyiptomban őrizetbe vették a két hete eltűnt egyik német állampolgárt, erősítette meg a német külügyminisztérium azzal, hogy a kairói német diplomáciai képviselet ilyen információt kapott a helyi hatóságoktól. A 23 éves kettős német-egyiptomi állampolgárságú, a németországi Göttingenből érkezett fiatalembert a kairói nemzetközi repülőtéren vették őrizetbe, azóta nem volt értesülés hollétéről. A családja azt mondta, minden kísérletük, hogy felvegyék vele a kapcsolatot, sikertelen volt. Azt sem lehet tudni, hogy miért vették őrizetbe. A fiatalember, akinek édesanyja német, apja egyiptomi, azért érkezett Egyiptomba december 27-én, hogy bátyjával felkeresse egyiptomi nagyszüleit. A családnak hétfőn sikerült kiderítenie, hogy a fiatalt az egyiptomi titkosszolgálatok székhelyén őrzik. A kairói német nagykövetség kedden megerősítette, hogy a fiatalembert valóban őrizetbe vették, de őrizetének helyszínét nem közölték. A tervezett amerikai csapatkivonás Szíriából csak bonyolítja a közel-keleti helyzetet és elnyújtja a válság megoldását, mutatott rá Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértő. Az egyetemi tanár úgy vélekedett, abból is látszik, hogy Donald Trump amerikai elnök elhamarkodottan jelentette be az intézkedést, hogy először 30 napos határidőt határozott meg a végrehajtására, már a bizonytalanná vált a csapatkivonás időpontja. Az intézkedést az elnök nem csak a közel-keleti partnerekkel nem egyeztette, de saját kormányának tagjaival sem. Ezért mondott le a védelmi miniszter és több más kormánytag is, hívta fel a figyelmet a szakértő. Szokatlanul élesen bírálta az Egyesült Államok vezetését Irán legfőbb vallási és politikai vezetője Qom városában. Ali Khamenei ajatollah szerint néhány amerikai politikus és tisztségviselő komplett hülye. A legfőbb iráni vezető gúnyolódott azokon az amerikai tisztségviselőkön is, akik kormányváltást követeltek Iránban, és azt hirdetik, hogy a jelenlegi vezetés 2018 vége előtt meg fog bukni. Gúnyorosan felidézte azt is, hogy nemrég egy amerikai tisztségviselő terroristák és más gazemberek összejövetelén arról beszélt, reméli, hogy Teheránban ünnepelheti a karácsonyt. Karácsony néhány napja volt, hát így válnak be az amerikaiak számításai, jegyezte meg Ali Khamenei, aki ugyanakkor senkit sem említett név szerint. Az izraeliek továbbra is Benjamin Netanyahu miniszterelnököt tartják a legmegfelelőbb jelöltnek a miniszterelnöki posztra, miközben a második helyen lévő Benny Gantz ex-vezérkari főnök egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Amennyiben a két jelölt között kéne választani, a megkérdezettek 41%-a Netanyahut, míg 38%-uk Gantzot választotta, derült ki a 10-es csatorna közvéleménykutatásából. A megkérdezettek 21%-a nem tudott döntésre jutni a kérdésben. Azonban, ha Netanyahu és a Yesh Atid vezetője Yair Lapid között kéne választani, a megkérdezettek 45%-a Netanyahut, míg 29%-uk Lapidot választotta, míg 26%-uk nem tudott dönteni.
Gantz Hossein Le-Israel pártjarendre a második helyen végez a jelentős előnnyel bíró Netanyahu vezette Likud mögött a közvéleménykutatásokon. A miniszterelnök pártja az elmúlt hónapokban stabilan tartja a jelenlegi 30 székét a 120 fős Knessetben, míg Gantz 14 mandátum körül teljesít. A felmérések a Yesh Atidnak 10-13 széket vetítenek előre. A Valla híroldal felmérése szerint továbbra is a Likud maradna a legnagyobb párt a Knessetben, a jelenlegi 30 mandátumát 2 székkel növelve. A második helyet a Yesh Atid kapná 13 székkel, a harmadikat pedig az Egyesült Lista 12 mandátummal, és szintén 12-t kapna Benny Gantz Hossein Le-Israel pártja is. Naftali Bennett és Ayelet Shaked új jobb pártja és a munkapárt 8-8 széket szerezhetne. A Haredi Askenázi Jahadut Hatora hetet, míg a Sász, a Merec, a Kulano és a Zsidó otthon mind 5 mandátumot kapna. A Yisrael Beitanu és Orli Lévi Abekasis új pártja, a Gesher, 4-4 széket nyerne. Cipi Livni Hatnoa pártja nem jutna be a Knessetbe. Gazdasággal folytatjuk. A két számjegyű forgalombővülés eredményeként a 2018-as évben mintegy 14,9 millió utas fordult meg a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. A magyar főváros repülőtere ezzel tavaly a közép-kelet-európai régió leggyorsabban növekvő forgalmú repülőtere volt, közölte a Budapest Airport. A cég 225 milliárd forintos beruházási összeggel számol, amelyet a repülőtér üzemeltető a következő években infrastruktúrális fejlesztésekre, egyebek között egy új terminálépület megvalósítására kíván fordítani. A budapesti repülőtér Közép-Kelet-Európa leggyorsabban növekvő repülőterévé vált. Végül az időjárásról. Hazánkban ma délelőtt északon helyenként átmenetileg elvékonyodhat a felhőzet, de többnyire borult időre van kilátás. Helyenként hószálingozás kialakulhat, de nagy csapadék nem várható. Délután általában erősen felhős, borult lesz az ég. Helyenként hószálingozás, kisebb hózápor kialakulhat, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél napközben élénk északi lesz, hajnalban -8-0 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke -3 plusz 3 fok között alakul. Késő este -4 plusz 1 fok lesz. Ma nem érkezik front, a nyírkos idő okozza a legtöbb panaszt. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a BrayerPress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Kérem, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!